Vivien Fable, ezüst egér, második rész. A kórházi ágyon hevertében elcsodálkozott a memóriáján, különös, minő lóugrásokkal galoppozott végig eddigi életén. Az eset több ocsmány részletébe belevesszően megemlékezett a gyűlöletes pedofil bácsiról, akit pedig régen örökfeledésre ítélt. Még a Borisza lovásznál is tovább időzött, mint amennyit az a teljes életművével kiérdemelt volna. Hosszan mélázott, Bram Smulin szétszórtságán, frigyválságán, noha ez sem volt számára igazán érdekes. Megfeledkezett viszont a jövendőbeliének készülő Adonis Asmanról. Holott a férfi továbbra sem tehetett a kereszt nevéről, ráadásul kötelességtudóan látogatta őt. Virágot, narancsot, bonbon cipelt be hozzá, és búsfintorral vette tudomásul, hogy a kómából kilábalván sem lobbant iránta mágia tűzt forróságú szerelemre. Valamint nem gondolt egy másik pasasra sem, és így is akart maradni ezen állapotban. Rágondolás, szívsajgás, nehéz légzés, kézremegés ellen, valamint azért, hogy ágyékában megszűnjék végre a fájó, gyönyörű villámlás, amit még a rá nem gondolás is képes volt kiváltani, úgy döntött, elfoglalja magát valami teljesen mással. Kezdésnek felült. Megivott egy kancsó gyümölcslevet, meg egy flaska ásványvizet. Kiszedette magából a szervezetéhez nem tartozó toldalékokat. Rimánkodott a köréssereglett doktoroknak, hogy engedjék haza. Már is. Azok nem lelkesültek az ötletért. Sokkot, kómát, agyütődést, megfigyelést, vizsgálódási terveket emlegettek. Kérték, tekintsen végig magán. Vegye szemügyre véraláfutásos, ütött kopott bőrét. Jobb, ha tudja, koponyája pont olyan, mint testének többi pontja. Ugyanis a falnak rohanáskor a biztonsági öve nem volt bekapcsolva. Nem úgy, mint a mellette ülő Adonisé, kinek ilyen formán hajaszála sem ferdült. A légzsákot is megemlítették. Azzal nyitván a gondolatmenetet, hogy ez igazán nem rájuk tartozik, de sajnálatosnak tartják, hogy nem gondolta nélkülözhetetlen kellékre. Különösen ama nem túl régen esett sajnálatosság után, amikor is a mentőlufinak köszönhette karcolatlanságát. A korábbi baleset után be kellett volna szereltetnie egy újabb túlélőzsákot. Odaadóan végighallgatta a javát akaró doktorokat, megköszönte nekik, amit értetettek, azután felkelt, és szédüléssel, fejzúgással, imbolygójárással, de még páternoszterező gyomrával sem törődve, hazaindult. A parkolóban körbesétált a járgányát. Nem hatódott meg a kocsi elején látott karcolásoktól. Na szép, amit a Verda néhány esztétikai sérüléssel megúszott, attól ő napokig válságosan hevert az intenzíven. Az ülésre vetette magát, indított. Rutinosan, jól vezetett, bár meglehetőst unottam, mivel semmi nő élvezetet nem lehet abban, hogy egy személyiség nélküli élettelen gépet bír helyváltoztatásra. Valahányszor ez szóba került, beszélgető partnerei fokozódó érdeklődéssel, mind furcsáló pillantással hallgatták szavait. Ha netántán pszichiáter volt az illető, hát ez nyomban röntgen tekintetre kapcsolt át, és megpróbálta pupilláján keresztül az ő agyába furakodni, fürkészni. Grácia mégsem zavartatta magát, és kitartott amellett, hogy számára az autóvezetés gépies, személytelen, unalmas tevékenység. Épp ezért nemigen értette az utakon zajló dominancia csatákat. Mivel e harcok a humán felek részéről nem igényeltek fizikai erőkifejtést, műveltséget, kimagasló intellektust, ezért nem is látott kihívást azokban. A virtuskodók többnyire hidegen hagyták, az erőszakos szarvasbükkák nyomulása fölött is elsiklott, ám a gátlástalan szociopatáktól olykor még ő is kiakadt. Miként ezúttal is a kórházból hazafelé tartván, a visszapillantó tükörben látta a mögötte csörömpölő, mosrum konvojt, hisztérikusan zegzugolva előzgető fekete batárt. Több kamion és teherautó torlódott fel egymás sarkában a keskeny úton, és a szembeni forgalom ritkán adott alkalmat az előzésre. Grácia nem stresszelte miatt, robotpilótára váltott. Ha lehetett, előrébb sakkozta magát, ha nem, akkor nyütten csattogott a bűzokádok nyomában. Bepöccintett egy zenecsatornát, feltekerte a hangerőt. Unottan együtt rímelgetett a strandolás, napozás, denszelés, lötyögés nagyszerűségét méltató, fél oktávot átfogó hangú dalonccal. Dobolt a kormányon, a lassan fogyó kilométereket számlálta, azt várván, hogy kiérjen végre a civilizációból. Mielőbb simogatni akart állóvakat, ha átkarolhatja kelta izmos, íves sárkány nyakát, ha megölelhet egy fát, menten meggyógyul, agya helyre zöttyen, a szédülés megszűnik, a gyomra felhagy a forgással.
Hátul a körös körül gajtörő rácsos terepjáró batár annak ellenére kitört a sorból, hogy szemből egy furgon szörnyen szágódott felé. A saját sávját szabályosan használó autós a kürtre tenyerelt, a felé közelgő útvész láttam. Amikor a hirtelen fékezéstől imbolygó furgon üvöltve elhaladt a lány mellett, az látta a kormány mögött ülő férfi, merett vonásait, előboltosodott szemgolyóit, kerekre tátott száját. Az ütközés elmaradt, mivel az álmokfutó villámgyorsan félrehúzódott. Bár így módon a saját sávjában haladó kocsit és a szemből érkezőt is a patkára szorította, ez csekély mértékben sem bántotta szép érzékét. Grácia sejtette, mit érezhet. Hajdan sokat beszélgettek effélékről a tanodatársakkal, az adrenalin kiszorítja a vért a fickó ereiből, tüdejét, gyomrát, már-már szétrepeszti a hormonszökőár, összeszűkült légcsövén át sípolva cseréli a levegőt, fejében szivárványos petárdatűz szikrázik. Kettőjük közt az a különbség, hogy az álmokos gyomra nem fordul fel az ilyetén élménytől, az agresszor kifejezetten élvezi ezt, átélvén a vele járó merevedést is. A fekete batár hanyagul a lány mögé siklott, jócskán az út közepére kilógatott orral, feltapadt a hátsó lökhárítójára, mint a maga előtt akarná tolni őt. Közben kivetődött balra, hogy ijeszgesse, próbára tegye a szemből jövőket. Szörnyen pezsgett a számára ellenséges forgalom. Ezúttal még egy gombos tű sem előzhetett volna. Grácia látta a tükörben a nagyjából vele egy idős fickó feszült vigyorú arcát. Mielőtt vonásról vonásra szemügyre vehette volna az ábrázatát, meglepetten észlelte, hogy a cápaszerű terepjáró hirtelen kivágódik mögüle. A másik, a jobb oldalánál. Az álmokfutó járgány karosszéria csikordító szorosan söpörte mellette. Őt a felező vonal közepére és még beljebb tolta taszigálta. Amint a batár előtt termett, behúzódott a patkáról, felragadt az előtte guruló kamionra. Váratlanul, robbanásszerűen tört ki balra, hajhullást és nyavajatörést hozva a szemből érkező gyanútlanra, és végre eltűnt szem elől. Szívesen hívnék hozzád mentőt, dünnyögte a lány, heves szívdobogástól félreléltan. Őszintén meglepődött, midőn 2 kilométeren arrébb megpillantotta a terepjárót. A fémcápa a hátán feküdt, az úttól mintegy 150 méternyire, a lucskos szántásban. Némelyik ablaküvege épp volt, némelyik nem. Egyik-másik kereke forgott még. Az álmoksofőr fejjel lefelé lógott a helyén, a biztonsági öv tartotta meg ülő helyzetében, magától teljesen összelottyat volna. Az immár leeresztett légzsák karfiolos püffetten terpeszkedett körülötte, vattivornyával töltött éjszaka után visszamaradt, szer fölött telerakott, bizarr gumiószerre emlékeztette szemlélőjét. A korábban ilyen-olyan módon megelőzött kocsik lassítottak, majd tovább gurultak a kirepült járgány földi maradványai mellett. Grácia állta a szavát, fékezett, mentőkért telefonált, kis tűnődés után tűzoltókat is kért. Kissé furcsán érezte magát, ugyanis a lelkében valaki kéjesen nyújtózkodott, bajuszt pödört, cigarettára gyújtott, mivel hogy kielégült, ez a valaki az igazság érzete volt. A szembeni irányból odatoppanó, vagyis a Bismajort elszenvedett flótás vezetési stíliét nem ismerő, tehát iránta elfogulatlan autósok közül többen megálltak az út szélén. Két segítőkész férfi átgázolt a mocsaras talajú szántáson. E hősök térdig besározottan, mázsás sávát cipőiket emelgetve, végül mezit lábítottak el a balesetéshez. Neki fogták, hogy kiszabadítsák őt tótágosából. Mindegyre hangosabb szirénák sikoltoztak a város felől. Közeleg a boldog vég. Grácia hazahajtott. Mindenek előtt bevett egy kupicányit a régen ízlelt keserű likőrből. Azonnal megszűnt az összes neurózisa. Agylötyögés szédülés nélkül lódult az erősen hiányolt lovak felé. A szálláshelye és az istálló közötti majd kilométernyi távon rohantában felidézte az útközben történteket. Milyen kár, sóhajtotta, hogy a sor csak ritkán végzi el mindjárt a helyszínen a sokak által vágyott torzulatigazítást, vagy fenköltebb szókkal az isteni igazság szolgáltatást. Holott mindenkor úgy kéne cselekednie, miként az előbb, midőn a gátlástalan álmokos orrára koppintott, és hozzá oly jól érthető módon, hogy még az agresszív véglény is megértse az intelmet. Ja, a sors általában ennél jóval árnyaltabban büntet, torol, figyelmeztet. Még valószínűbb, hogy jobbára oda se figyel a gondjaira bízott teremtményekre. A tágas, smaragdzöld mezőn legelésző lovak üdvözlő nyihogást hallattak közelettére, de nem hagytak fel a fűharabdálással, egyikük kivételével. Kelta, a hatalmas, gyönyörűen felséges csokoládé fekete mén, rajongott fajtásának szóló teli tüdejű nyerítésekkel,
Szobor szépen megformált farát elejét feldobálgatva dúltan szaladgált karámjában. Egyszer csak hirtelen megelégelvén grácia lassúságát átlendült az oszlopsor fölött, és játékos szögdés boldog vágtaugrásokkal sietett elébe. A közelében felhemperedett, néhányszor átfordult a hátán, majd talpra szökkent. Száját nyalogatva zavartan lépdelt mellé, fejét a lány arcához simította. Mikor az szenvedélyesen átkarolta a nyakát, és egészen fura, mámoros, csak is ló által értelmezhető hangokat adott ki örömében, az óriási fekete paripa felsóhajtott. Állát, Grácia vállára támasztva érzelmesen szuszogott. Sokáig ölelkeztek így. A balesetes lovászt helyettesítő legény az istálló ajtajából szemlélte a számára bizonyosan hökkenetes jelenetet. Mutató ujjával hátrébb bökte kalapját, a markába köpött és megragadta a vasvillanyelet, és fejét ingatva visszatért a boxokhoz trágyázni. Grácia valósággal betakarózott kelt a hosszan leomló, dús, hullámos, fényes sörényével. Borzasztóan hiányoztál, szerelmetes tátosom, suttogta a jószagú mén nyakába. Meg lehet, színostoba vagyok, amiért folyton rettegek, ha más viseli a gondodat. Ugye, rendesen bántak veletek. Jaj, Kelta, kár, hogy nem ismerted Glendont. Ő is szörnyen hiányzik, de már annyit meséltem róla neked. És még hányszor mesélek, míg meg nem halok, pedig csak incifinci, egérfarknyi románc volt, gondolta. Átkerült a ló másik oldalára, bal kézzel megragadta a sörényét, és a hátára lendült. Keltával nyereg és kantár nélkül is elboldogult. Hajdan azt hallotta valakitől, hogy az állatok képekben gondolkodnak. A bölcselmet kipróbálta néhányszor, és az többnyire bevált. Ezúttal azt a jelenetet gondolta lovának, amelyben magas lábemeléssel megkerülik a hatalmas rétet, a karámokat. A fantáziakép eljutott Keltához, a mén nekilendült, és látványos bokaszőrzetű lábait ritmikusan felkapkodva körbeügetett a mezőn. Grácia élvezte mesebeli mozgását, az egyetlen másfajtánál sem létező, rendkívüli, páratlan ruganyosságot, a megunhatatlan, varázsos hintaló feelinget. Egy ilyen biztos léptű, ringató járású csodaparipa hátán nagyobb biztonságban tudhatja magát az ember, mint annó a magzatvízben. A második kört vágtában tették meg. A jókora karámon belül a többi ló is velük tartott. Felcsapott farokkal, lelkesedésükben gyakran a farukat is feldobálgatva, az ő tempójukban nyargaltak mellettük. A lánynak ekkor, egy gyönyörűséges pillanatokban tűnt fel, hogy amíg ő kórházazott, a tavasz betoppant és kiteljesedett. Jól lehet, 2 hete még éjjel-nappal sok mínuszos hideg sanyargatott, a szagaratlanul pittypalattyozó, nyitni kékező madarak elűzték a telet. Grácia fűszeres, ízes, enyhe levegőt szívott a tüdejébe, és ez menten szilaj, forgószeles életörömmé, szerelemmé vált benne. Széttárta karjait a száguldó mén hátán, hogy magához ölelje a boldogságos világot. Később a helyettesítő fiú elköszönt, kerékpára pattant és elpedálozott. A lány nekilátott, hogy kitakarítson utána, ugyanis az ő rövid távol létében a legény tévedhetetlenül kialakította a jellegzetes hím enteriőrt mind az istállóban, mind a lovászszobában. Szellőztetés, súrolás, szemétgyűjtés, dezinficiálás következett. A pihent Grácia ezúttal nem bosszantotta fel magát, még a rendetlenség piszkosság miatt megrót ifjú búcsú szavai sem túl sokáig dohogott, miszerint mit zavar annyira egy kis kosz, plusz ez meg az, vett tudomásul, ez egy istálló. De nem augiászé farfejű, márpedig itt az a szokás, hogy a szemedet a kukába rakjuk, és nem a keletkezés helyén hullatjuk el. Magunk után ugyanúgy elmosogatunk, időnként még a vizes poharat is, bizony, ahogy a lovak edényeit is gusztusos tisztán tartjuk. A gennyes kötszert pláne kidobjuk. Gennyes kötszer! Grácia kirohant a több hektáros nagykarámba, és szőrszárról szőrszárra végigvizsgálta gyámoltjait, ám egyikükön sem lett sérülést. Úgy döntött, este majd ellovagol a fogadóba, és vallatóra fogja az istálló fiút a zöld-sárga enyőkés gészcsomó tárgyában. A takarítás végeztén a porondnak becézett pályán gyakorolni kezdett a paripákkal. Alkonyattájt kelt a hátára pattant, és az erdőn át a kocsmába indult. A leghosszabb útvonalat az útszolván szerpenténszerűen kanyargódzó homoköstvényt választotta, melyen autós is csak az esetben csörthetett volna keresztül kátyúsra túlván az eszményi állagú talajt, ha azután megadóan aláveti magát a gaztettért kiáró rozsdáskés, vagy mi az más harapó fogó által foganatosító kappanozásnak,
vagy azt önként végrehajtja magán, Harakiri jeligére. A kellemesen süppedős lólábat és lovasfeneket egyaránt kímélő puha sétány, még inkább vágtány, kiválasztása mellett szólt a zuhatak közelsége is. Tudván, hogy a mén ismeri a járást, és amúgy is látja az ő fejében lévő képet, elég volt rá gondolni, mit fog kérni a lótól, és már tette is. Grácia tehát ellazulhatott, tűnődhetett. Vajon az intenzív szobai kábult álmodásában miért foglalkozott annyi mással, nem túl jelentős személyekkel, eseményekkel? Ugyan miért nem merészelt Adonisra, pláne Glendorra emlékezni? Holott Adoniszt felidézni könnyű volna, hiszen ő soha nem váltott ki belőle gyötrő fájdalmat. Kapcsolatuk tehát nem, és nem szerelem. Hát jó, Grácia a lónyakára engedte a szárat, kelt a vágtába szökkent, hosszan ringatta a nyergében ülő lányt. Dr. Adonis Asman a település népét gyógykezelte, jelen volt a születéseknél, ha az anyák úgy kívánták, vagy netán elkéstek a klinikára indulással. Ő diagnosztizált minden vakbélgyulladást, gyomorfekélyt, tudathasadást, kankót, májzsugorodást, hipohondriát. Kórházba utalt, nyugdíjaztatott, haldoklókat vigasztalt, egy ízben tehenet is elletett. Közkedvenc volt, a falu lakók szemefénye. Az egész környék eladó sorú leányai, továbbá az elvált nők, az általa látogatott zenés kocsmába jártak. Ugyanis Adonis, akárcsak boldogult édesapja, fölöttébb derék, becsületes, rendes, etc. férfiú volt, ám apjával ellentétben ráadásul még jóképű is, ez utóbbira keresztneve kötelezte. Finom megjelenésével, szőke hajával, mindig kissé álmatag, ám tiszta tekintetű barna szemével, még rosszabb napjain enyhén kapatosan is a 30-as éveiben járó Robert Redfordra emlékeztetett. Az berendezésüknek csupán a járomcsont alatti része különbözött, ugyanis Adonis nem olybá festett, mint aki színültig töltötte a pofazacskóit sejemcukorral és mogyoróval, ám miként idős hasonmásából az ő lényéből is olyféle veleszületett elegancia sugárzott, amin őt felszedni, színlelni képtelenség. Ilyet még menedzser és új arisztokrata képző kurzuson sem lehet beidegzetni. Ha ez a közel tökéletes férfiú másnaposan négykézláb keringett a talajon, és esetleg csaholt is közben, nos, ő még ilyenkor is fenemód elegáns volt. És ezzel még nincs vége, mivel Adonis Asman a felsoroltakon kívül még jó néhány kiveszettnek hit, más szóval óhumán tulajdonsággal rendelkezett. Ezek egyike a figyelmesség, mely az értelmező szótár szerint előzékenységet jelent. Tovább taglalva például azt is, hogy meghallgatott másokat, és közben csukott szájjal sem ásítozott, ezen kívül nem lépett keresztül az útjában heverő élőlényeken, hanem segített rajtuk. Még az esetben is, ha a viszintes testhelyzetű teremtmény történetesen rögtönzött kortyondi, beszipuzott padlakó, vagy meglőtt lábú őszgida volt. Valamint a figyelmes, alig hanem még ama jelentéssel is bír, miszerint az ember megvárja, míg a karjaiban tartott női személy is eljut az orgazmusig. Nos, nincs mit csodálni azon, hogy Grácia nagyon szerette, a legközelebb barátjának tartotta Adoniszt. Ez a Klondonornak való csodapasas kezdetben egyáltalán nem volt tüneményes, női tenyérből etethető, cukorfalat püstmackó. Hát igen, egy lóidomár türelmével kellett készhez szoktatni a spermarakblokktól rettegő falugyógyászt. Némely estéken mindketten a helyi kultúrközpontnak számító fogadóba jártak, a szójátékos nevű Halloween-be. A kezdet-kezdetekor Grácia jöttének idején ismerkedtek meg, kapcsolatuk nem barátinak indult. Ekkor tájt a környező populáció még erőst vívódott, befogadja-e az idegent, a gyűtmentet, avagy kivesse magából. Hol úgy határoztak, hogy elviselik életterükben, hisz nem sok vizet zavar, hol pedig egymás szavába vágva kiáltozták, hogy gyújtsuk rá a házat, meg pokolra vele. Utóbbi kifogadások azért történtek, mert a pökhendi némber nem fogadta valakinek a mormolt köszönését, vagy éppen visszautasította valamelyikük udvarlását, leszögezvén, hogy nézete szerint teljesen lánctalpas modorraval, ha valaki ekként teszi a szépet. Hé, hey, mufos, téged éjjel-nappal kinyalnálak, hagyod-e? A negyedik fogadó látogatás alkalmával maga a fővadőr szólította meg a vacsoráját költő lányt, miszerint. Figyelj már, te istálló szolga, ha kedves leszel hozzám, még komornát is csináltatok belőled a gazdáddal. Tudkóra a befolyásom alatt tartom a mulimpali. Na? Grácia a királyian finomként jellemezhető, reszelt sajtal, morzsolt avokádóval és petrezselyem zölder meghintett, egészben pirult, gömböz sült krumplikról a fordítva feltett sildes sapkát, gutaütésre sem piros posgáló arcbőrt,
fekete, szürkés, fehér és sárga szálú kusza bajuszt, egy hetes borostát, fekete szürke kockás inget és keki nadrágot viselő gavalléra tekintett. Megverjelek biliárdban? Firtatta válaszképpen. Bár ezen a vadvigyázó eléggé nevetett, ő azért mégiscsak adott neki biliárdban. Azután, helyesen gyanítva, hogy körös-körötte, minden pasas macsó, dobónyilazásban is legyőzte a szívlovagot. Kétségkívül méltányolni kezdték, ám végül mégsem ilyen módon vívta ki a maradéktalan tiszteletüket. A vénséges korú túlnyomó rész fából készült fogadó centrumában patinás söntéspult terebélyesedett. A különféle folyékony kenyérfajtákat kínáló porcelános ódon ékes sörcsapok szegélyezte pultnál ücsörögtek a kiváltságosok, a legmacsóbbak, a nagyrangúak és a doktorok. Utóbbiakból három jutott a jelenlévő népességre, az embergyógyász, az állatorvos és a jegyző. A kedves, figyelmes, bűvös motorú Adonis Osman pozitív jellemvonásaival, továbbá vele született eleganciájával is simán összefért, hogy mind a jövevényeket, mind az alantas foglalkozásúakat lenézze kissé. Nem bánt velük lekezelően, levegőnek sem nézte őket. Ám az ilyen személyek jelenlétében valahogy a szokottnál áthatóbban lengedezett körötte, a jaj, de arisztokrata vagyok hangulat. Az első pillanattól szemmel tartotta Brahms Mulint nőnemű istálló szolgáját. Estéről estére magasabbra vont szemöldökkel figyelte őt, és mind jobban meghorgat benne a gyanú, hogy még sok baja lesz vele miatta. Többször megszemlélte a lány bevonulását, a lóháton történő megjelenéstől a megkapóan jó ízű étkezésekig. Bár arrafelé a legtöbb nő remekül bírta a helyi specialitásnak számító sűrű, sötét, erős söröket és az üdítő italként behörpölt, ravaszul lerészegítő hatású zamatos almabort, a lány sosem szédült meg a bejaldosott nektároktól. Oly maga felett odaadó gráciás élvezettel kortyolt és lakmározott, hogy körötte mindenki kedvet kapott az izzogatáshoz, a falatozáshoz, az élethez. Aszmán azt is megfigyelte, hogy a különös nőszemély időnként furcsán lefagy, vagyis mélységesen elábrándozik. Hamar rájött, hogy éppen ez az, amivel akaratlanul felkavarja a környezetében lévőket. Némelykor roppant hosszan merett valakire, hirtelen átmenet nélkül elrévült tekintetének fókuszában a magát mindinkább áldozatnak érző illetővel. Megfeszülő arcizmai némiképp haragvó jelleget kölcsönöztek vonásainak. Bizony, mindaddig szörnyen sokkolta az embereket, míg ezt a ragadozó szokását ki nem ismerték. Ám még a tövis szúró tekintetnél is sokkolóban hatott, hogy szinte közönösen verte meg őket biliárdban, dartsban, mint akit egyáltalán nem izgat fel a versengés. Csupán a játékot szerette, a küzdés lásztól nem tüzelt. Aszmán, mint később mesélte, pompásan szórakozott kianalizálásával. Magas pontszámmal honorálta értelmi képességeit, midőn visszautasított minden verseny ivászatra szóló kihívást, továbbá nem árt kötélnek, hogy kinek a lova gyorsabbat játszon a nagy mellényűekkel. Mindkét döntéséért 10-est kapott a 10-es skálán, mivel velelésben hót esélytelennek számított, az ugyancsak értelmetlen gyorsasági futamot pedig bölcsen hárította azzal, hogy nem szeretné a más lovával verni a csalánt, hiszen az istálló összes paripája Muliné. Egyszerre csak a fogadóba járók hanyagolni kezdték a lányt. Sokkal ritkábban kötöttek bele, gyérültek beszólásaik. Immár a kisiskolás korosztályt molesztáló ismeretlen foglalkoztatta az elméket. Folyton az erőszakos, elkaphatatlan pedofil bácsiról szóló rémeseteken szörnyölködtek, a bosszú módjain képzelettek, hogy a fantom milyen behízelgő, addig édeskedik a kiszemelt gyermeknek, még nem az bárhová elmegy vele. Többnyire azt meséli be nekik, hogy az anyjuk vagy a tanítójuk küldte őt értük, azután az a mocsadék gyalázatos dolgokat művel, ki kell herélni, fel kell kötni az ilyeneket. Grácia végig sem hallgatta a felzaklató részleteket. Még nem egy napon, lovaglás közben összebotlott egy késsel megvagdosott, az elkínzottságtól félájult kiskorúval az erdőben. A hisztérikus állapotban lévő gyermek üvöltve sírt, fűtől fától rettegett. A lovas közelettére iszonyatos sikítozással reagált. Időbe tellett, míg Grácia annyira megnyugtatta a fiút, hogy elmondhassa vele, mitől borult ki ennyire. Kevéssel később rávette, hogy mögé üljön és orvoshoz menjenek. Utóbb a környék összes falvából érkeztek férfiak vasvillával, bozótvágó késsel, sörétes flintával. Keresztül kasulát fésülték az erdőt, hogy elkapják az aberást. A tetthelyen nyüzsgő rendőrök nem újjongtak, mivel a lincselőkedvű tömeg széttaposta a nyomokat. Miután sem a helyi kopók, sem a vendettázók nem jutottak eredményre, a legközelebbi városból különösen kiképzett zsarukommandó érkezett. Az indiánok nevű csoport vikkedélyű tagjai
Terepszínű egyenruhájukban fűszálanként végigböngészték a tölgyes, cserjés és fenyőfás vidéket. Végül ugyan nem kapták el az immár a Gyere a bácsihoz, a megrontó és a kapsz egy cukorkát gújneveken emlegetett pedofilt, ám azt kivették az általa hagyott jelekből, hogy bizonyára sokan ismerik ő betegességét. Olvasatok szerint a tettes komoly sminkkel, maszkkal készül akciójára. Az áldozatok leírása alapján összerakott fantomkép őszhajú, fehér szakállú, megnyerő nagyapót ábrázolt. Az indiánok vélekedése szerint a fickó valójában szemernyit sem nagyatyás. Alig, hanem speciális szakboltban szerezte be az arcvonásait átváltoztató kellékeket, ideértve az állór, a hamis álpárna, valamint a szőrzet felragasztásához és az egyenetlenségek eltüntetéséhez szükséges kencéket is. Biztosra vették, hogy a mindkét nembeli gyermekeket egyaránt kedvelő Gyere a bácsihoz kellő helyismerettel rendelkezik, hisz pontosan tudta, melyik erdei úton szoktak biciklizni a vakációzó srácok. Ezen esvény közelében nagyjából 20 perc alatt készítette el átváltoztató maszkját, majd lecserkelte az arra pedálozó, neki tetsző fiatalkát. A koedukált aberás biciklivel közelítette meg a helyszínt, dolga végeztével két keréken távozott. Bármennyire ügyelt is a részletekre, néhány apróságot mégiscsak széthagyott. Ennek köszönhetően kiderült, hogy a szálát hullató parókája női hajból készült, de az sem maradt titok, milyen alapozót, ragasztót és gumiószert használt. Utóbbit a tetthelytől jóval távolabb dobta el, és elővigyázatosan avart is kapart rá. Mégis oly hiába fáradozott, az indiánok és ugyancsak különlegesen képzett kutyáik megtalálták a megdönthetetlen bizonyítékkal preparált magtartályt. Jackpot becenevű specialistájuk a Halloween söntéspultjánál privátilag kifejtette, mire jutott kapsz egy cukorkát személyiségjegyeinek elemzésével. Úgy vélte, a 40-es évei végén járó egyetemet végzett fickó munkakörileg emberekkel foglalkozik. Nagyon zárkózott, komoly, méltóságteljes, szigorú férfiú. Megszállottja az erkölcsös viselkedésnek. Ha! Nyikkant közben a hallgatóság egyik tagja, jelezvén, hogy ellentmondást észlelt a szavaiban. Úgy érti, bigott, magyarázta dr. Aszman. A mániákusan erkölcsös mások bűneit vakbuzgón üldöző személyek némelyike így módon kompenzálja, leplezi saját rejteni valóit. Már szóval egy nagypofájú, ájtatos szentfazék buzarálja a kölykeinket, mordult a kaszásgúj nevű, roppant vállú, kackiás bajuszú, paradicsompiros orcájú falulakó. Úgy hiszem, bólintott Jackpot, szerintem Gyere a bácsihoz, bármint boldogan felháborodik és vitézül harcol a morált áthágók ellen. Ismernek ilyen szemét? Sokat, felelt Adonis, ám azok túlnyomó részt nőneműek. Megjegyzése valamilyen oknál fogva zajos sikert aratott. A jelenlévők egymás szavába vágva, hangos hautázással sorra vették a helyi közerkölcs védelmezőit, említésbe került a nyugalmazott, akhajadon patikus kisasszony, aki a serdülő leányok arcfestése, ékszerviselése, hasamutogatási elleni küzdelemnek szentelte maradék napjait. Továbbá még azt is rosszallotta, hogy a gyűjtment grácia nem féloldalas dálmanyerekben, hanem szemérmetlenül szétvetett lábakkal lovagol. A másik feteretlen matróna, ki a II. Világháború óta viselte özvegyi fajtlát, a szexualitást és a dohányzást üldözte, mint állatoknak való bűnös dolgokat. A harmadik éltes vakhitű hölgy a fitness klubot akarta bezáratni a következő verhetetlen indoklással. Ahol félmeztelen izék izzadtan izélnek, az bizony bordélyház. Ekkor tehát Grácia már a kocsmai népség közé ülhetett a pultnál, ha éppen ehhez támad kedve. Sőt, mivel kitudódott és meg is nyilvánult, hogy nem iskolázatlan, olykor az aglegénységét tűzelvassal védelmező Adonis Aszman is szóba elegyedett vele, rajta felette tekintetét tűnődően rámosolygott. Midőn pedig az indiánok fedő nevű szupercsapat legsudárabb, legizmosabb és leghullámzóbb hajzatú kommandósa inkább egy, mint kétértelmű évődésbe kezdett a lányjal, a doktor rádöbbent, hiszen ez neki is a szíve vágya. A befogadás ezen előre haladott szakában történt. Grácia későjjel kilovagolt Júdással, Mulin újonnan vásárolt hátasával, mivel főnöke azt kívánta, hétvégére próbálja meg leszoktatni az oktalan rémüldözésről a látatlanba vett zsákba lovat. A csillagos homlokú, sötét pejherélt, attraktív megjelenésű, behízelgő motorú, hiperérzékeny teremtmény volt. Nagyszerűségével mindaddig elandalította az embert, még csak meg nem ijedt valamitől. Emőfajban nem válogatott, bármitől halálos pánikba esett, lebbenő papírszeméttől, száraz kórótól, fűszál árnyékától vagy a sajátjától, valamint egy-egy fura hangtól a fejében. Amint megrettent, legott megtébolyult.
Jobbára két lábra ágaskodott, minek következtében borzalmasan hanyat vágódott. Máskor minden irányba egyidejűleg ugrándozott, majd pedig szétvetett lábakkal meretten megtorpant, ám patái tovább csúsztak, mint széjjelebb, akár a szappanos talajon ácsorogna. Mielőtt sajátos spárgába süppett volna, felpúposított háttal szögdécselni, pattogni kezdett. Mazohistább hajlamú radaolvasokat bizonyosan boldoggá tett volna. Grácia az erdőt járta Júdással, végighajtotta a herréltet a homokos ösvényen, és nem engedte, hogy az bármerre is kitörjön, akármilyen rémisztő rémségeket látott is, amilyen például a bokron levegő papírfecni, az úton heverő reklámszatyor, egy rég kimúlt fa fejtetőre fordult rönke, egy-egy felröppenő fácán, kismalár. A Baljós nevű patás minden lehető módon próbára tette a lány lovagló tudását, azután bánkódhatott, mivel trükkjei nemigen jöttek be. Sem az, hogy kiemelje fejét a zabla hatása alól, sem a legváratlanabb pillanatokban végrehajtott kacifántos bakugrások, sem az ágaskodás, ám még a gyakori elbotlások, az idegtépő, agyrázkódással kecsegtető bukdácsolások sem. Muszáj volt észlelnie, milyen fölöslegesen izzasztja magát, idővel megfeledkezett félelmetes környezetéről. Rövidesen már csak a nyakát, hátát simogató kézre figyelt, élvezte lovasa nyugodt magabiztosságát. Kisvártatva elhitte a lánynak, hogy nincs mitől tartania. Jól van, szépségem, a végén még igazi hátasló lesz belőled, dicsérgette Grácia, pedig már azt hittem, Mulin a csomagküldő szolgálatnál rendelt. Mellesleg jellemző rá, hogy üzleti tárgyalásra indul, és útközben rátukmálnak egy lovat. Fogadjunk, hogy vásárlás előtt nem is látott, fel sem próbált téged. Mondták neki, hé, hey, mister, van itt egy tátos, egy Brad Pittes szépség, picinkét ijedős, de az ára nem szívatos. Maga csak vegye meg, azt vitesse haza a párát. Tényleg gyönyörű vagy. Viselkedésedből kivettem, hogy az előző helyeden sokat kaptál. Nos, a verést, megfélemlítést itt elfelejtheted. Bram Smully rendes pasas, nem püföl lovat. Na jó, pálcát mindig visz magával a túráira, de az gyorsan el is veszíti. Utóbb többnyire én találom meg a kallódó ösztökét. Ja, túlnyomó részt persze velem lesz dolgod. Én foglak edzeni, kondiban, praxisban tartani. Ezennel leszokhatsz a sarkantyúzásról, a gyötrelmes segédszárakról, a pálcázásról. Továbbá aládrúgni sem fogok, akkor sem, ha dilizel. Viszont ha Mulin ül rajtad, fokozottan figyelmesnek kell lenned. Állatira vigyáznod kell rá, az ipse eltéved, leesik, neki megy, bealszik, stb. Figyelj oda, viseld gondját, ám ezt ne éreztesd vele, hadd higgye, hogy ő a főnök. Akkor holtod napjáig itt maradhatsz, ez egy ló édenkert, nekem elhiheted. A végszavaknál Júdás iszonyatosan megijedt. Magasba majd oldalvást pattanását még a résen lévő lány sem akadályozhatta meg. A rémült ló hátravetette a fejét, íként csak nem kiütve Grácia frontális fogait. 38 lépésnyit két lábon szögdécselt, zötyögött különféle égtájak felé. Bár ezen közben szer fölött zörgette a cserjelombot, és az ágakat is recsegtette, mégis mindketten hallották rettegése kiváltóját. A közelben dúló csata folytott neszeit. Valaki nyöszörgött, nyűszített, más valaki pufogott az öklével és szitkozódott. Grácia rábírta Júdást, hogy ne az ellenkező irányba vágtázzék, miként szíve diktálná, hanem száguldjon a tett helyre. Miután hatalmas zajjal átvágtak a csalitoson, a ló megtorpant. A lány megütközött. A bozótban egy meredt szeműre, reszketősre félemlített, beraktapaszozott szájú 10 év körüli lányka vergődött, a környékszerte kiaggatott fantomképekről ismerős, őszhajzatú, fehér szakállú, gombóc orrú nagyapa markában. A lovas megjelenése arra ösztönözte a férfit, hogy elengedje a késsel riogatott, szederjesre öklözött arcú, tépázott öltözetű gyermeket. A megzavarás miatt dühött, gyere a bácsihoz, vaktában hátrálni kezdett. Az elfogástól érzett félelemtől eszelősen, a kezében szorongatott pengével fenyegette Gráciát. A lány úgy fordította a lovat, hogy ő elérje a férfit a lábával, ám azt ne férhessen sikongó áldozatához. Lehajolt a másik oldalon, és a felé nyújtózkodó gyerek csuklóját megragadva maga mögé segítette a lánykát. Amint az, a derekát karolva biztonságosan ült mögötte, Grácia a talpával halántékon kólintotta a fűrészes pengéjú haleffal hadonászó kapsz egy cukorkát. Az aberrás megtántorodott, kábán pördült egyet a tengelye körül. A kör végén egy vastag fatörzsnek szédeledett, és kiütötte a kést a saját kezéből. Immár nem kellett attól tartani, hogy kárt tehet Júdásban. Grácia ágaskodásra bírta a hátast. A pariba megsejtvén, miféle virtust kívánnak tőle, egy kaszkadőrló lelkesedésével oldotta meg feladatát. Mi több,
A megfélemlítő hatás fokozása véget, önállóan tovább árnyalta csatamén szerepét. Harcias sárkányá változását mód felett szórakoztatónak találván, immár abba hagyni sem akarta a támadozó ágaskodást, a vicsorgató odaharapásokat, a nyomasztó ráfordulásokat. A nyerekben hánykolt Gráciát elképesztette a tátos, Bruce Willis-t is lemosó, díjazott esélyes akciószínészi képessége. A pedofil pedig meggyőzte, hogy áldázul az életére tör. A nagyapónak maszkolt gonosztevő futásnak eredt, igaz bánatára nem arra loholt, amerre az esze vitte volna. A két lépésenként fölé ágaskodó, mellső lábaival sűrűn rárúgó, felévágó, veszettül vicsorító, habzópofájú lómonstrum akaratának engedelmeskedve a falu irányába rohant. Próbált volna jobbra-balra bármerre kirobbanni a kelepcéből, elinalni, felszívódni, ám az acsarkodó patás szabta meg, merre tartson. Ha rajta múlik, ő legalább fejjel a menetirány felé bámult volna, ám ezt a döntést sem hagyták meg neki, mivel folyamatosan a vadul támadozó lovat bámulta, ezen közben sűrűn falra vagy tarkóra bukva hátrafelé rákolt. Ez még sima talajon sem balesetmentes produkció, ő pedig a dús vegetáció kellős közepében művelte ezt, feje fölött az eszelőző lóval és elszántnak rémlő lányjal, aki ezt az állatot horribile dictu a lábai között tartotta. Rettenetes megszégyenülésére így forgott ki az erdőből. Üleppel előre botorkált végig a főutca ház sorai között, azt sem vigasztalta, hogy egyelőre még nem ismerték fel. Valódi, hullafehéret a bíborossal váltogató színű arcát jótékonyan elfette a profi maszk és a rengeteg alapozó. Nem, kapsz egy cukorkát, semmi sem vigasztalta immár. A Grácia derekába csimpaszkodó kislány sírva kiáltozott a nyerekben. Az utcán járó emberek feléjük szaladtak, az autósok lefékeztek, köréjük gyűltek. És egyre csak jöttek a falulakók mindenfelől, és haragvó képpel halálos némán kísérték őket, és az újonnan érkezetteknél már sarló, vasvilla, ásó, kapa is volt. A doktorházánál állt meg az űzött hajtott pokoli menet. A lány a ló nyaka fölött átvetett lábbal a földre szökkent, lekapta a nyerekből a gyereket, és eltűnt vele Adonis Aszman rendelőjében. Az áruás fickó magára maradt a tömeggel. Gyere a bácsihoz, hívogatták, csúfolták, gúnyolták a késes cukorkást. Letépték a szakállát, parókáját, tömött nagypapa bajuszát, lecsavarták arcának jóindulatúságot köz kölcsönző gombócforma állorrát. Döbbenet hullámzott végig a gyülekezeten, mikor felismerték, kicsoda a pedofil. Hitték is meg nem is, hogy éppen ő tett gonoszságot gyermekeikkel. Hogy éppen ő lett volna a szörnyetek, aki az aberrált szakértő jackpot szerint nem sokára meg is gyilkolja majd áldozatait, ha időben meg nem állítják. A haragvó falu nép meghajolt a bizonyítékok súlya alatt. Még hogy te! Kiáltással bosszuláshoz fogtak. Ásóval, kapával püfölték, kapsz egy cukorkát, és közben kongott a félrevert nagy harang. Hamarosan zsarukkal telezsúfolt furgon érkezett, az elősereglő egyenruhások vetettek véget a lincselésnek. A tisztelendő atyát mentő vitte el.